Na hát, sziasztok! Itt is vagyok ebben az újabb videóban, és tudom, mit láttok, de ne gondoljátok, hogy Gibi kopi, ha egyáltalán ismeritek Gibit, mert ezt nem kopinak szántam, csak hogy én is kipróbálnám ugye ezt. És van itt egy vendégünk, Csibor, köszönj! Hello! Igen, egy kicsit. Igen, itt... amúgy azt terveztem intrónak, hogy videó előtti percek, mindig lesz. Ja, és igen, tudom, azt mondtam, hogy nem lesz Minecraftos videó, de úgy gondoltam, hogy no depi, inkább happy, úgyhogy mégiscsak lesz. Jaj, és akkor, Csibor, te vendég vagy, úgyhogy neked is bele kell szólnod néha a dolgokba, ha látsz olyan dolgokat a vasgolmeknél. Szóval még egyszer mondom, nem Gibi kopi. Igen. Ezt Csibor is tanúsíthatja, hogy nem Gibi kopi, mert ezt csak én is tesztelni akarom. Na és az első, ugye annyiba se hasonlít Gibihez, hogy az első körben lesz 4-2 darab vasgólem ellen 20 darab zombi, és összesen 4 kör lesz, és szerintem kezdjük is el. És egyébként szerintem lesz Clash Royale, ugye? Igen, Clash Royale is lesz. Na, lássuk. Hú, nagyon, nagyon szépen. Ez szerintem instant győzelem. Csibor, mondtam én, hogy elég egy vasgólem. Amúgy tudom, egész hülye nevet találtunk ki neki, de most már mindegy, már így van. Igen, amúgy a nevem Domicraft, igazából KD mester lett volna, de most már így Domicraft, és közben a halsznak annyi lett, úgyhogy a két vasgólemnek hát szerintem eléggé így megvannak, úgyhogy rendben, Csibor elment dolgokat intézni, úgyhogy nem sokára jövök a második körrel. Srácok, itt a második kör felvezetésével történt valami, megöltem egy witchet, dobott 2 redstone-t, egy gunpowder-t, meg egy életpotit. Nem tudom, hogy ez mennyire gyakori. Igen, jelítezik. De elég ritkán, nem, Csibi? Hát nekem szinte mindig van. Nem nekem mindegy. Mindig ad életpotit. Én először találkozok ilyen 3-as kombóval, na de más már jön az első kör. Na hát itt is lennénk a második körrel, Csibor, egy kis meglepetés. Ez mi? Ezt látta mindenki? Igen, kicsit. Elnéztük. Elnéztük. Jó, kiválasztok. Jó, ne legyen copyrightos. Igen, ebből copyright lesz. Srácok, ne áruljatok be, oké? Na gyere, Csibor, elég a rölgésből. Második kör, 50 zombi vs 5 vasgólem. Na, lássuk a zig. Szerintem ebből nem lesz győzelem a... Szegény! Jaj, Istenem! Annyian mennek egyre! Hát azok ott végeztek a zombikkal. LOL! Az benne volt a homokban, azt látta az Csibor. Hát amúgy ez eléggé meg fog dögleni. Annyi volt! Na jó van. Kivégzik. Ezek simán. A vasgólemek részéről nem igen látok vereséget. Igen, csak... Azt kell, hogy mondjam! Csak azért zombi részekről egy vasgólem megölni kicsit. Micsoda? 2 meghalt! What? 2 elintéztek? Wow! Amúgy srácok, ne tudjátok meg meddig tart ezt a homokot kiütni, meg visszarakni, de inkább... mindjárt jövünk a harmadik körrel, amelyben 60 zombi vs 6 vasgólem. Srácok! Bal, jobb, bal, jobb, bal. Jó van, ez a videó már egy kicsit viccesre sikeredett így is. Srácok, FPS az 0, de még itt a meglepetés. Újra. Nem akarjuk, hogy copyrightos legyen, de ezt muszáj bejátszani. Amúgy a címe az, hogy Geri, de mennyi az esélye montázs. Igen, tehát hogy az FPS az meghalt. Na mindegy, nem akarjuk, hogy ez copyrightos legyen. Itt a 60 zombi, tudjuk, hogy nem látszik annyinak. Nem igazán számoltuk meg. De 60 megvan.
Szerintem még több is. De amúgy megszámoltuk, megvan a 60, csak nem látszik. Úgyhogy indítjuk el a küzdelmet. 3 FPS, kerek 3 FPS. Júj, több lett az... Hogy lett több? Várj, jaj! Berta! Hú, megmentettem. De akarom, wow. Hogy élték túl. Wow, wow, wow. Srácok? Ezt így gyorsan kivégezték. Igen. Jé, de várjál már az én. Várjátok. Reggel csináltuk. Még nem. Most este lesz. Csak éjjel látás patit. Itt nem várjál. Teszünk még le nekik 10-et. Így. Szerintem még azt is túl. Mindegy, ennyi elég volt, de a homokot még mindig nagyon nehéz visszarakosgatni, úgyhogy, jó, hát a harmadik kör. Srácok, támad a zombi horda! Támad a zombi horda, eléggé nagyon támad, nem érnek semmit, úgyhogy. Srácok, az FPS az megint meghalt amúgy. Kb. Igen, amúgy. Ez Like Randy Skyke sors... Na várjatok, még be kell állni. Amúgy Csíbor még azért nincs itt velünk, mert a Minecraftját vissza kell tenni 1.0.07-be, de nem sokára ő is itt lesz velünk. Addig is még ő csak itt nézi a mobfightokat, de kezdődik a mobfight. Na. Kar! Halló! Segítség! Meglog! Hát hozzá az uram. Csibi, nem tudom elindítani! Szerintem a videó ennyire... Nem tudom elindítani, baj van! Hát, srácok! Persze, hogy a két FPS-ed van. Technikai problémák! Gyors, be kell írnom, hogy timeset-dé! Megáll a videó! Srácok, nem tudjuk tovább venni ezt a videót. Tehát ezek szerint minden dologban két kör lesz, mivel a Pocket Edition-em 50 FPS-t bír el, és ezt nagyon sajnálom igazából. Most ezzel a pár zombival megküzdhetnek, Csibi, nem? Uh-huh. Sajnálom, de ugye majd megpróbálok több FPS-t kicsiholni. Addig is kétkörösek lesznek a dolgok. Úgyhogy ez a videó inkább egy ilyen szórakozós videó lett, és meg kinyírjuk a vasgó lemeket. Szegények. Na. Szóval akkor itt volt velem Csíbor. Még gyorsan megölem a vasgó lemeket. És egyébként most már jönnek tőlem a redstone-os szerkezetek, tehát folyamatosan ötlöm ki őket. És még annyit meg szeretnék mutatni, hogy milyen szerkezetet használ ez az egész dolog. Azt nem kell nézni, az majd egy másik videóban lesz. Itt van tulajdonképpen, hogy milyen szerkezetet használ ez. Mindjárt megmutatom, egy pár másodperc. Hát ez ott mind keres. Na mindegy, egy, két, ha. És akkor ugye így itt van, mint ahogy látjátok a sáncban is, és ha ezt itt meghúzzuk, leesik ugye a homok, és ez működteti tulajdonképpen. És, hát igen, tulajdonképpen ennyi. Akkor itt volt velem Csíbor. Hello. Én Domicraft voltam. Sziasztok!